Áramszünet esetén gyakorlatilag megbénulunk. Ilyenkor tudatosul bennünk, hogy mennyire természetesnek vesszük a lakásban az áramot. De hogyan tudnánk jobban megbecsülni ezt az azonnal elérhető és szinte teljesen végtelennek tűnő energiát? Sziasztok, Lotti vagyok, ez pedig a Brain Bar és a Kékbolygó Alapítvány közös sorozata. Azt szokták mondani, hogy az áram olyan fontos a modern világ számára, mint a vérkeringés a testünknek. 10 évvel ezelőtt, 2012-ben a világ eddigi legnagyobb áramszünete során a föld lakosságának 10%-a, több mint 600 millió ember maradt áram nélkül Indiában. Nem csak a vonatközlekedés bénult meg, de bezártak a boltok és a leálló erőművek miatt százezrek maradtak ivóvíz nélkül. A problémát ugyan 2 nap alatt elhárították, de az kiderült, hogy egy tartós áramszünet a kőkorszakba vethet minket vissza. Közhely, hogy az energiaellátás fejlődése nélkül nincs gazdasági növekedés, és a világ egyre éhesebb az energiára. A kérdés csak az, hogyan állíthatjuk elő bőségesen, megbízhatóan és olcsón a klíma megóvása mellett. De első lépésként nézzük meg azt, hogyan kerül egyáltalán az áram a konnektorba. Mi általában a szolgáltatókkal kerülünk kapcsolatba, és azt, hogy honnan ered ez a villamos energia, ezt általában nem szoktuk látni. Ezek különböző erőművekből származnak, vannak széntüzelésű, gáztüzelésű erőművek, vannak nukleáris erőművek, vannak már megújuló energiaforrásaink is. Gyakorlatilag a vizet gőzzé alakítjuk, és ez egy turbinát meghajt, és ez a mozgási energia fejleszt végül is villamos energiát. Ebben hozott némi változást például a napelemeknek az esete, ami egy merőben más technológia, viszont ez a villamos energia különböző forrásokból bekerül egy villamos energia hálózatba, és utána azt egy rendszer irányító eljuttatja majd a szolgáltatón keresztül a fogyasztóhoz. Mi, amikor már a konnektorból a kis elektron részecskéket hasznosítjuk, akkor nem tudjuk, hogy pontosan melyik erőműből is érkezett hozzánk, de valójában ennyire sokrétű ez az út, amit megtesz. Mi az, amit tehetünk annak érdekében, hogy mi is környezetbarátabban használjuk az energiát? Én azt gondolom, hogy a jövő kulcsszava az energiahatékonyság, és jelenleg óriási pazarlás zajlik, mind az energiatermelésben, mind pedig a háztartások szintjén, az ipar szintjén, a közlekedésben. Hogyha ezeket tudjuk racionalizálni, akkor az még gyakorlatilag korlátlan készleteket szabadít föl előttünk. És mi egyéni szinten nagyon sok mindent megtehetünk. Olyan egyszerű dolgoktól kezdve, mint hogy a feltöltött eszközeinket kihúzzuk, hiszen standby üzemmódba is fogyasztják az energiát. És ugyanezt meg tudjuk tenni például akkor, hogyha okos termosztátot használunk, például a hőérzetet megfelelően be tudjuk lőni, hiszen egyetlen egy Celsius fok csökkentése, hőmérséklet csökkentése 4-5% energiát tudunk megtakarítani. És hogy pontosan kik és hogyan irányítják az elektromos áramot Magyarországon, tartsatok velem a Mavir bázisára, ahol az elektromos áram kínálata és kereslete találkozik. Alapvetően a Mavirnak 3 fő feladata van. Az egyik legfontosabb a rendszer irányítása, mint egy közúthálózat. Úgy tudjuk elképzelni a villamosenergia hálózatot is, és a nagy feszültségű hálózat az nagyjából az autópályának feleltethető meg, és onnan pedig az egyes leágazásokkal, mondjuk a főutak az elosztóhálózat, és úgy jutunk el az adott háztartásokig. 5000 kilométer távvezeték az, amit a Mavir folyamatosan üzemeltet és karbantart. Emellett van 35 darab alállomásunk országszerte. A legfiatalabb terület pedig a villamosenergiapiac működtetése. Ennek a Mavir a kereteit adja meg gyakorlatilag ezeknek a kereskedési platformokkal. Lepillanthatunk abba, hogy mi történik itt? Mindenképp. Most a szimulátorunkban vagyunk, itt a képernyőn látjuk magunk mögött gyakorlatilag pont ugyanazt a képet, mint ami az éles vezénylőnkben működik pár szobával arrébb, de ebben a helységben, illetve ezt a helységet használják a kollégák arra, hogy tréningeznek, gyakorlatokat végeznek az egyes helyzetekre vonatkozóan. És itt például, hogyha ezt a térképet megnézzük, akkor látszik, hogy nem egy ilyen zárt hálózattal van dolgunk, hogy az országhatárokon túlra is elnyúlnak ezek a vonalak. Ez miért van? Alapvetően a villamosenergia rendszer nem egy ország specifikus, hanem gyakorlatilag Portugáliától Törökországig össze van kötve, és egy egységes rendszerként működik. Európán belül bárhol valamilyen
helyzet történik, valamilyen zavar történik, akkor azt a többi ország is meg fogja érezni. Tehát itt egy 24 órás üzemről beszélünk, azok alapján, amit a vezénylőben látnak a kijelzőkön, ők azonnal be tudnak avatkozni, tudják utasítani az egyes erőműveket, hogy többet termeljenek, kevesebbet termeljenek, álljon ki a rendszerből, és ezzel meg tudják oldani az üzemzavart. Tehát akkor ez a ház sosem alszik. Ez a ház sosem alszik. Ti itt a Mavirnál hogyan látjátok az áram jövőjét? Alapvetően egy nagyon komoly elektrifikációs folyamaton megyünk keresztül. Tehát hogyha csak arra gondolunk, hogy az elektromos autók elterjedése nagy számosságú az elmúlt időben, vagy hogy általában a villamosenergia mennyire hatja át a mindennapjainkat, mondjuk egy okos otthon esetében, vagy ha picit messzebb megyünk, akkor mondjuk a klímacélok, illetve a zöldítés esetében, mindenhol a fő mozgatórugó az a villamosenergia kezd lenni. Ha mondjuk 10 év múlva beszélgetnénk itt, akkor szerinted mi lenne más? Gyakorlatilag az elmúlt 70 évben működik a rendszerirányítás Magyarországon, és végtelen sok változás történt benne. Egy nagyon komplex rendszer az, ami mára kialakult, egy nagyon komoly informatikai háttérrel. Az elmúlt 10 év változásai alapján gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy el se tudjuk képzelni, hogy milyen változások állnak még előttünk. Ez az összetett rendszer áll a mögött, hogy felkapcsolódik a villanykörte, feltöltődik a telefon, és frissek maradnak az élelmiszerek. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen az úton. Ha még nem láttátok, nézzétek meg a korábbi epizódokat is a vízről és a szemétről. Sziasztok!